Dr. Rose magánkórházban a csípőizületi endoprotézisek számítanak az egyik leggyakrabban végzett műtéti beavatkozásnak. A csípőizületi betegségek kialakulásáról fontos tudni, hogy többnyire örökletes faktorok azok, amelyeknek a nyomán kialakul. Némely veleszületett rendellenesség hajlamosíthat a csípőizületi kopásra, de magának a porcnak az állékonysága, a kopás állóságában vannak olyan differenciák, amelyek bizonyos embereket hajlamosabbá tesznek, másokat kevésbé hajlamosakká. Traumás előzmény is szerepelhet a csípőizületi kopások hátterében, de azért ez lényegesen ritkább, mint a térizület vonatkozásában. Az izületi betegségeknek általában három fő jellemző tünete van: a fájdalom, a mozgáskorlátozottság és a duzzanat. Így van ez a térizület esetében, és így van ez a csípőizület esetében is, de más-más súllyal szerepelnek ezek a tünetek. Csípőizület vonatkozásában a duzzanatot például a beteg nem igen érzi. A csípőizületi tok feszülésekor, az izület megduzzadásakor nehezebbnek, feszesebbnek érzik az izületet, de kívülről látható duzzanatot kevésbé észlel a vizsgáló orvos. A fájdalom és a mozgáskorlátozottság azok, amelyekre leginkább figyelhet maga a beteg. A fájdalomról nem is kell túl sokat beszélni, mert azt, ha érzi valaki, akkor tisztában van avval, hogy valami nem stimmel. A mozgáskorlátozottság az, ami lappangva, kevés figyelmet kiváltva tud kifejlődni. Sokszor csak azt érzik a betegek, hogy nehezebben fűzik be a cipőjüket, nehezebben tudnak lehajolni valamiért. Máskor már jelentős sántítással járnak, és ezt időnként nem is saját maguk észlelik, hanem a környezetük figyelmezteti őket erre. A fájdalom ennél sokkal figyelmeztetőbb, különösen a hirtelen kialakult fájdalom. A kopásos betegségekre az jellemző, hogy a fájdalom általában a mozgás határokon jelentkezik először, és ilyenkor a beteg kímélettel, rövidebb lépéshosszal az extra mozgásokat kerülve próbál megélni, és ezért a csípő vonatkozásában néha nagyon későn kerülnek a betegek az orvoshoz. Az első orvos-beteg találkozáskor az orvos igyekszik tájékozódni a fájdalmak, panaszok kialakulásának tempójáról, jellegéről, esetleg arról, hogy mi váltotta ki a beteg emlékezete szerint ezeket a panaszokat. Ezt követően történik egy fizikális vizsgálat, aminek során az orvos megállapítja a mozgásterjedelmet, az esetleges alaki eltéréseket, az izület stabilitását, illetőleg információkat szerez az izület teljesítő képességéről. Járásvizsgálat, különböző extrém helyzetek felvételének az ellenőrzése az, amit még kiegészítheti a fizikális vizsgálatot, és ezt követően történnek meg a röntgenvizsgálatok. Ezek közül a leggyakrabban, az esetek 90%-ában elegendőek a natív röntgenfelvételek, amelyek az izületet két, esetleg három irányból mutatják meg az orvosnak. Fontos tudni, hogy ezeken döntően a csontok állapotát, illetőleg az izületi rések tágasságát vizsgáljuk. Amennyiben ez nem ad elegendő információt, vagy felmerül a gyanú valamilyen más jellegű problémára, akkor számos modern képalkotó vizsgálatra van lehetőség, ultrahang, CT-vizsgálat, illetőleg MR-vizsgálatok egészíthetik ki a diagnosztikát, és ritkább esetben az izület körüli lágy részek, illetőleg keringési viszonyok is ellenőrzésre kerülhetnek izotópvizsgálattal. Az említett vizsgálatok alapján kialakul a diagnózis, a kezelő orvos tesz egy terápiás javaslatot. A csípőizület vonatkozásában kevesebb olyan lehetőség van, amivel egy protetikai beavatkozást megelőzhetünk. A kopásos betegségek kezelésében a konzervatív lehetőségek vannak általában az első sorban. Porc támogató készítmények, az izületi porc súrlódását csökkentő anyagok azok, amelyek konzervatív kezelésnek számítanak. Amennyiben a konzervatív kezelési lehetőségek kimerülnek, műtéti beavatkozásban gondolkodunk, és a csípő vonatkozásában nagyon jó eredményűnek számítanak a csípőizületi endoprotetikai beavatkozások. Már a tradicionális műtéti technikáknál is maximális figyelmet fordítunk arra, hogy az ereket, idegeket kíméljük. A minimál invazív beavatkozásokat az különbözteti meg a hagyományosoktól, hogy ilyen esetekben az izmoknak a leválasztása, illetőleg az inaknak a kímélete is külön figyelmet kell kapjon.
Az endoprotézis beültetés vonatkozásában az implantátumok implantátum családokból kerülnek kiválasztásra, megfelelő méret szerint, megfelelő típus szerint, alkalmazkodva a beteg egyéni adottságaihoz, alkalmazkodva azokhoz a deficitekhez, amelyet sok vonatkozásban jelentenek ezek a problémák. Ami a protézisek típusait illeti, alapvetően két fő csoportba sorolhatjuk ezeket az implantátumokat. Egy részüket csontcementtel rögzítjük, egy másik részüket cement nélkül. Az elmúlt évtizedek során bebizonyosodott, hogy a cement nélküli implantátumok a csípő vonatkozásában lényegesen több előnyt rejtenek, ezért, ha csak lehet, cement nélküli implantátumot választunk. A Dr. Rose magánkórházban az elmúlt évtizedben beültetett csípőprotéziseknek a 95%-a cement nélküli implantátum. Ennek megfelelően a betegeknek a rehabilitációja, illetőleg a hosszú távú eredményei is jobbak, mint korábban a cementezett protézisek használatakor. Az endoprotetikai beavatkozásokról el szokták mondani, hogy bár fájdalommentes, jó mozgásterjedelmet biztosítanak a betegnek, de nem biztos, hogy örökre. A fejlődés lehetővé tette azonban, hogy ezeknek a műtéteknek ma már a zömét végleges műtéti beavatkozásnak tekinthessük, és a jó minőségű endoprotézis beültetések, a jó implantátumok, a jó technikával végzett beavatkozások 90% fölötti 20 éves túlélést biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy a betegek zömének nincs is szüksége újabb műtéti beavatkozásra, mert esetleg 25-30 év vagy annál hosszabb időszak vonatkozásában sem szükséges a protézist cserélni. Megint más betegeknél ez rövidebb idő, de ilyenkor is a protézis cseréje egy elég biztosan elvégezhető műtéti beavatkozásnak számít. Amikor a műtéttel kapcsolatosan minden előny, hátrány, részlet tisztázódott, akkor a beteg egy műtéti ajánlatot kap, amellyel párhuzamosan írott formában is kap információkat a műtéti beavatkozásról, és nyugodt körülmények között végig gondolhatja, hogy kívánja ezt a beavatkozást, illetőleg milyen hamar szeretné a műtéti beavatkozást. Ilyenkor elmondjuk, hogy mi az, ami várható ettől a műtéti beavatkozástól, illetőleg mik azok a hátrányok, amelyek a műtét esetleges elmaradását vagy elkerülését jellemzik. Meg kell beszélni a beteggel, fel kell világosítani a műtéttel kapcsolatos esetleges kockázatokról, szövődmény lehetőségekről, továbbá arról, hogy mik azok az intervenciók, mik azok az eszközök, lehetőségek, amelyek ezeknek a szövődményeknek a minimalizálását lehetővé teszik. Mind az orvossal, mind pedig a műtéti ajánlatot adó munkatársunkkal lehetősége van további kérdéseket megbeszélni, és amennyiben megtörtént az elhatározás, akkor kitűzzük a műtét időpontját. Az anesteziológus kollégánk ennek megfelelően készíti fel a beteget a műtétre, tájékoztatja az érzéstelenítés módjáról. Egy csípőprotézis vonatkozásában az esetek zömében, altatásban vagy gerincérzéstelenítésben történik a műtét. Utóbbi esetben a gerincbe adott injekció érzéstelenséget okoz az alsó végtagokon, de hogy a beteg a műtéti időszakot kellemesen élje meg, kap olyan nyugtató gyógyszerelést, amellyel a műtétet felületesen átalussza. Már a műtőben a műtét végeztével az anesteziológus orvos elkezd fájdalomcsillapító, nem szteroid gyulladás csökkentőszereket adni, pontosan azért, hogy a műtétet követően jelentkező lényeges fájdalom már ki se alakuljon. A tapasztalat ugyanis az, hogy a fájdalomnak a kialakulását könnyebb megelőzni, mint a már kialakult jelentős fájdalmat csillapítani. A rehabilitáció jelentősen rövidült az elmúlt évtizedekben. Én emlékszem arra, hogy amikor kezdő orvosként endoprotetikai beavatkozásokat végeztünk, akkor a betegek baracszedésig, 10 napig, 14 napig feküdtek benne az osztályon, és sok esetben 4-6 hét tehermentesítést is igényeltek az operált izületek. Ma már a 90-95%-a 3 napot tölt kórházunkban, a műtétet követően azonnal teljes testsúllyal rá tudnak lépni az operált végtagra. A gyógytornász már a második napon járógyakorlatokat kezd, sőt a következő nap már a lépcsőzést is megtanítja,
Tehát elmondhatjuk, hogy amikor a beteget a harmadik napon otthonába bocsátjuk, akkor egyfelől tud járni, tud lépcsőzni, önmagát el tudja látni, illetőleg megismerte azokat a kezdeti gyógytorna gyakorlatokat, amelyeket otthonában végezve a rehabilitációt megkezdheti. A rehabilitáció korai periódusának az a célja, hogy a hétköznapi aktivitási szintjét a beteg elérje, sőt a műtét előtti állapotot meghaladja. Csípőprotézis vonatkozásában azt mondhatjuk, hogy 4-6 hetes korra a segédeszköz nélküli biztonságos járás, lépcsőzés, nagyobb távolságok megtétele lehetővé válik. A sport jellegű terheléseket általában ezután kezdjük. Kerékpározást, úszást nagyon korán, néhány hetesen megengedünk, futást általában 6-8 hét után, és a kontakt jellegű sportokat általában 10-12 hetes kort követően engedélyezzük a betegeknek. Tekintettel arra, hogy a csípőízületi protetikai beavatkozások magas sikerességű megoldást jelenthetnek a betegeknek, gyakran kapunk pozitív visszajelzéseket. Sokan számolnak be arról, hogy megváltozott az életük mozgáskészség kapcsán, de számunkra a legnagyobb öröm az, amikor azokat a visszajelzéseket halljuk, ami a sport jellegű tevékenységnek az elvégezhetőségét, illetőleg a sport jellegű terheléssel kapcsolatos pozitív információkat jelzi vissza.